A migránsválságot illetően ugye a legújabb hír, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a KDNP egy aláírásgyűjtésbe kezd. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos hír. Mindenképpen arra kérek mindenkit, hogy támogassa ezt az aláírásgyűjtést. Ez nem pártoktól függ aláírásgyűjtés. Arról szól a dolog, hogy akarjuk-e, hogy az Európai Unió, az európai nagyhatalmak Magyarországra, illetve más európai országokra erőltessék rá azt, hogy kötelezően az általuk kijelölt pár ezer, tízezer embert, vagy százezer embert befogadja. Nem mi mondjuk azt, hogy mondhatjuk meg azt, hogy mi kérem szépen a Szíriában élő keresztényeket mondjuk befogadjuk, hanem ők azt mondják, hogy ezek az emberek nem kellenek mondjuk Németországban, mert látjuk, hogy nem akarnak se nyelvet tanulni, se beilleszkedni, ezeket elküldjük Magyarországra. Ez ellentétes az összes nemzetközi törvénnyel, nagy mértékben beleavatkozik a nemzetállamoknak a szuverenitásába, ezért sem a magyar parlament, ugye erre már szavaztunk, sem a magyar kormány ezt nem tudja támogatni, és ahhoz kérjük a lakosságnak a segítségét, hogy aláírásával is álljon a magyar kormány mögé, és védjük meg közösen Magyarország szuverenitását. Miniszterelnök úr annál erőteljesebben tud ebben a kérdésben fellépni, annál biztosabban tudjuk megvédeni a szuverenitásunkat, minél többen írják alá az aláírásgyűjtő éveket, amit hétvégétől kezdünk el gyűjteni. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy aki félti Magyarország szuverenitását, az most ne azt nézze, hogy milyen párt kigyűjti, hanem azt nézze, hogy ki kell álljunk hazánkért, saját magunkért, a családunkért, a nemzetünkért. Mennyit változott Európa szemlélete Magyarországgal szemben, és Európa véleménye, hogy mi hogyan reagáltuk le a migráns kérdést? Hát látható, hogy ugye Magyarországon kerítést építettünk. Óriási dolog volt, hogy több mint 1 millióan támogatták azt, hogy Magyarország védje meg magát. Ez egy fontos dolog volt. Ennek köszönhető az, hogy gyakorlatilag meg tudtuk építeni a kerítést, mert ez nem anyagi kérdés volt, hanem elsősorban az európai nagyhatalmak és az Európai Unió bizottságával szembeni harc gyakorlatilag, mert ugye ők mindent megtettek, hogy arra kényszerítsenek bennünket, hogy ne tudjuk megépíteni, de ennyi embernek a támogatása, több mint 1 millió embernek a támogatása ebben a kérdésben, hogy már pedig mi védjük meg magunkat, azt eredményezte, hogy meg tudtuk védeni magunkat, meg tudtuk építeni a kerítést. Ugye jól látható, hogy ma már alig jönnek emberek be tiltott határátlépéssel. Az más kérdés, hogy a nyugat-európai országokban kezd változni a hangulat. Mi ugye kerítést építettünk, az osztrákok például teljesen álszent módon nem kerítést építenek, hanem kaput szárnyakkal. Ők nem raknak szöges drótot, ők NATO drótot raknak le, ami ugyanaz egyébként, csak ők máshogy nevezik. Tehát látszik, hogy nem akarják elismerni azt, hogy a magyar kormány jó intézkedéseket hozott, hogy az a helyes döntés, sőt, hogy az lenne az igazán helyes döntés, amit ugye miniszterelnök úr és a kormány most a több mint fél éve mond az európai hatalmaknak, hogy Európa határait a görög-török határon és a földközitengeren zárjuk le. Ez lenne az igazi. Ott már nem szabad beengedni a migránsokat, onnastól kezdve megállítódna ez az egész probléma. De hát ugye Angela Merkel, az osztrákok, a nyugat-európai nagyhatalmak, az európai, azok tárt karokkal várják a mai napig ezeket az embereket. Angela Merkel 2 nappal ezelőtt még azt mondta mindig, hogy nincs felső határ, jöjjenek kedves illegális bevándorlók, mi itt tárt karokkal várjuk magukat, mindent megkapnak, utána persze, 2 perccel később ma azt mondta, hogy hát majd aki nekünk nem felel meg, azt majd elküldjük Magyarországra. Tehát ez egy katasztrofális dolog, én azt gondolom, nem szabad ezt hagyjuk. Pontosan azért találták ki a kötelező kvótákat, hogy azokat az embereket, akik náluk nem felelnek meg, nem illeszkednek be, nem felelnek meg, nem akarnak dolgozni, nem akarnak nyelvet tanulni, azt kitegyék azokba a kelet-közép-európai országokba, akiket ők amúgy sem szeretnek egyébként. Nagyon jó példa a visegrádi négyek összefogása. Azt gondolom, pontosan ilyen összefogással tudnánk megvédeni a határainkat, még egyszer mondom, a görög-török határon, a földközi tengeren, és meg tudnánk állítani úgy, ahogy az ausztrálok megállították a bevándorlást, ahogy az amerikaiak megállítják a bevándorlást a Mexikóban, mi is pontosan ugyanúgy meg tudnánk állítani ezt a bevándorlási hullámot. Úgyhogy kérem mindenkinek a támogatását abba, hogy a kötelező kvótákat elutasítsa az ország, és megvédjük Magyarország szuverenitását.